Dr. Szakács Ferenc orvosigazgató elmondta, hogy az egynapos sebészet régi múltra tekint vissza. Az angol száz területeken kezdték el először alkalmazni, elsősorban szemészeti műtéteknél. Felismerték, hogy nem kell feltétlenül 3-4 napot kórházban feküdni a páciensnek, és kidolgoztak egy olyan betegellátási módszert, amely mindezt biztonságossá teszi. Az ellátórendszernek azért nagyon fontos és jó, mert hát sokkal olcsóbb, hogyha a beteg otthon van, és nem a kórházi ágyon, ami egy drága ellátási forma, nem ott fekszik. Úgyhogy folyamatosan a szakma keresi azokat a beavatkozásokat, amiket biztonsággal meg tudunk csinálni egynaposban, illetve most már van egy új szó az angol szász irodalomban már terjedt, hogy nem egynapos, hanem aznapi sebészeti ellátás, mert az egy nap az a 24 órát jelenti. A jelenlegi szabályok szerint egynapos sebészeti ellátás 24 óra. Tehát, hogyha a beteg 10-kor jön be, másnap 10 óra előtt 1 perccel el kell mennie, akkor telik le a 24 óra. Az aznapi, amit mi is csinálunk, hogy azon a naptári napon megy haza a beteg, tehát nem alszik itt. Ahhoz, hogy az egynapos sebészeti részleg gördülékenyen működjön, komoly háttérmunkára van szükség. Kell valaki, aki összefogja az orvosokat, az operatőröket, az altatóorvosokat, és aki tartja a kapcsolatot a betegekkel. Mindezt Lőrinc Erzsébet részlegvezető végzi. Ő az, akivel először lép kapcsolatba a műtétre váró. A betegek úgy kerülnek ide kétféleképpen, hogy vagy az orvos leadja nevüket, telefonszámukat, egyéb elérhetőségüket, esetleg e-mail címét, akkor én keresem föl, illetve a betegek kereshetnek fel engem telefonon, vagy személyesen jönnek ide. Megkapják a műtéti időpontot az orvostól, ha az orvos már tudja. Ha van választási lehetőség több napon jön operálni, akkor velem tudják megbeszélni, amelyik a betegnek a legjobb, természetesen azt a napot tudjuk neki adni. Utána megbeszéljük vele, hogy mikor jön altatóorvoshoz, hova kell jönnie, hány órára, milyen leleteket kell hoznia magával, hol kell leülnie, és még a műtét előtti napon még egyszer fölhívjuk őket, vagyis fölhívom őket, hogy jól vannak, rendben vannak, tudnak eljönni, és akkor még egyszer figyelmeztetni őket, hogy mit hozzanak, mit ehetnek, mit ihatnak, milyen gyógyszert vehetnek be. Az érdi egynapos sebészet az elmúlt 10 évben töretlen népszerűségnek örvendett. Már 2012-ben 1700 beteget láttak el, és ez a szám maradt körülbelül azonos szinten, 1500 környékén, egészen a pandémiáig. Azóta 1000 körül van a beavatkozások száma éves szinten. A műtétek megoszlása az pedig úgy néz ki, hogy körülbelül a fele szemészeti műtét, gyakorlatilag a katarakta vagy szürke hályog műtét. A maradéknak kezdetben alacsonyabb volt a százaléka, most felfutott már, közel egy harmada az ortopédiai műtét, térdartroszkópia, válműtétek elsősorban, és utána fülorgégészeti műtéteket végzünk még, és sebészeti műtéteket. Van egy egyéb beavatkozás is, de nagyságrendileg ezek a beavatkozások. Ugye ortopédiát említettem, ott benne van a bokától kezdve a kéz kis műtétekig, kézsebészeti műtétekig, tehát egy sokkal szélesebb spektrum. A járvány miatt megnőtt a várólista, hiszen voltak hónapok, amikor bezárták az egész részleget. Az orvosigazgató úgy fogalmazott, ezt most meg kell próbálni behozni, ledolgozni, de nehéz, mert még most sem működnek teljes kapacitáson, ugyanis nem tudják korlátlanul fogadni a betegeket. Bár a negatív PCR-teszttel érkező páciens is jogosult az ellátásra, de most inkább csak az jöjjön műtétre, aki be van oltva, hangsúlyozta dr. Szakács Ferenc.